A hitvédelme és a rászorulók szolgálata. Így szól a Máltai Lovagrend mottója és hivatása 900 éve. A Máltai Lovagrend eredetileg abból indult ki, hogy Amalfi város, ami egy kis köztársaság volt, hasonló, mint Velence, épített egy ispotályt Jeruzsálembe, hogy ottan tudják ápolni a zarándoklókat. Második Pászkál pápa 1113-ban ismerte el a rend függetlenségét. Tagjai a török hódítás idején Málta szigetén telepedtek le. Innen ered a mai nevük. Az oszmánok ostromolták kétszer a Málta szigetet, de nem tudták bevenni. És így lehet azt mondani, hogy a rend lefékezte az oszmán terjedést a földközi tenger területén. A Máltai rend több mint 120 országban van jelen egészségügyi, szociális és humanitárius tevékenységeivel. Hosszú távú segítséget nyújt a hajléktalanoknak, az időseknek, a hátrányos helyzetű fiataloknak és a természeti katasztrófák áldozatainak. Intézményei és segélyszolgálatai több mint 13 ezer rendtagot, 80 ezer állandó önkéntest és 25 ezer specializált munkatársat foglalkoztatnak. Maga a jelszava, a hitvédelme és a szegények támogatása az tovább is fönnáll. A rendnek a filozófiája az, hogy ez egy egyensúlyban kell, hogy legyen, úgyhogy az egyházi életben is aktív a rend, de nagyon nagy témakör a karitatív munka. Magyarországon is a kezdetektől fogva működik a rend. Második András király felvételét egy falfestmény is megörökíti, amely a nagymesteri palotában Málta szigetén található. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 1928 óta működik. Magyarországon van a Máltai Lovagoknak Szövetségének 81 néhány rendtagja. Világszerte van 160. A lovagrend tagjai nem csak az egyházi életben, hanem a máltai szeretetszolgálaton keresztül a szociális és egészségügyi kérdések megoldásában is részt vesznek, továbbá anyagi és tanácsadói segítséget nyújtanak a Kárpát-medence többi máltai szervezetének. Lehet mondani, hogy világszerte nézve a segélyszolgálat vagy szeretetszolgálat két országban kiemelt erős, az a Német Köztársaság és a magyar. A nemzeti szeretetszolgálatoknak a lovagrend adja a lelki és szellemi hátteret, hogy egy évezredes hagyomány erejével és a keresztény szeretet jegyében együtt szolgálják a betegeket és a bajba jutottakat.